Rá se lehet ismerni a győri vízpartokra, nem csoda, hiszen véget ért az a 6,2 milliárd forint értékű uniós fejlesztés, ami azt célozta meg, hogy élhetőbbek és használhatóbbak legyenek a folyópartok. A beruházásnak több halasztás után kedden volt a műszaki átadása, és bár kisebb munkák még zajlanak, tulajdonképpen ez már a végleges állapot a folyók városában. Gyakorlatilag a múlt évben nem volt egyetlen olyan nap, ami lehetővé tette volna, hogy a tervezett lábazati kőszórás fölötti betonba ágyazott termőskő burkolatot a vállalkozó el tudja kezdeni építeni. Most ezek a vízállások előálltak, több mint egy hónapja már megfelelően alacsony a vízállás, ugye ebből a szempontból ez a kisvizes állapot ez kedvező, és lehetővé tette azt, hogy jelentősen előre tudjanak haladni. A vízpart rehabilitációnak köszönhetően a Rába partot a Petőfi hídtól a torkolatig, a Mosoni-Duna partját pedig a Kossuth hídtól egészen vízivárosig be lehet barangolni gyalog, biciklivel, de akár még görkorcsolyával is. A vízügyi igazgató szerint komoly beavatkozások zajlottak, melyek egy részét a győriek talán nem is érzékelték. Helyenként szűkítettük a medret, ugye ez a Mosoni-Dunának a Rába-torok feletti szakasza, ahol erre a hordaléklerakódás miatt, vagy annak a csökkentése miatt került sor. Helyenként eltávolítottunk jelentős mennyiségű iszapmennyiséget, tehát ilyen szempontból egy kedvezőbb állapotot fogunk kapni. Ahol lehetett, mindenhol visszabontottuk a burkolatokat, és ott majd egy zöld felület fog kialakulni, és kedvezőbb megjelenítés szempontjából is, én úgy gondolom, talán fenntartás szempontjából is kedvezőbb. Szép látvány nyújtanak most a győri vízpartok, már csak a több víz hiányzik a mederből. Az igazgatóság következő feladata lesz egy műtárgy megvalósítása, ami magasabb vízszintet eredményezhet. Erről már kormánydöntés született, így 2020-ig komoly esély van arra, hogy vízzel telnek meg a folyómedrek Győrben.